Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké ammen. A mai evangélium Szent Lukács könyvéből való. Az Úr legyen veletek és a telelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt. Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, ez elment hozzá és kérte, szolgáltas nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában. Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert még a végén nekem jön és megver. Az Úr így szólt. Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró? Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választotjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az ember eljön, talál-e hitet a Földön? Ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, az evangélium szavait az ember első hallásra úgy értheti, hogy Krisztus az álhatatos kérésre buzdít bennünket. Pedig a bíró példája is, meg a végső buzdítás is igazságszolgáltatásról beszél. Ugyanakkor a bevezető szavak valóban a kitartó szüntelen imádságot emlegetik. A szüntelen ima egészen biztosan nem az állandó, folyamatos kéréssel azonos. Maga a szó imádás sem kérést, hanem hódolatot jelent. De az Úr tanítása külön is figyelmeztet minket, hogy ne úgy kérjünk Istentől, ahogyan a pogányok teszik. Nem a bőbeszűrűdűség és a sok szó nyeri meg Isten irgalmát. Akkor, amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt gondolják ugyanis, hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást. Ami pedig a kérést illeti, azt is hozzáteszi az Úr, tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindenre szükségetek van. És mégis biztat a kérésre, és még inkább az imára. Na mert az ima Isten jelenlétében való élet. Ezt valóban megtehetjük, sőt, meg is kellene tennünk. Nem másról van itt szó, mint hogy mi, akik Isten gyermekei lettünk, ebben a tudatban éljünk, és ne szakítsuk el mindennapjainkat az Úristentől. Ne úgy éljünk, mint a legelőre kicsapott nyáj, össze-vissza kóborolva, csak magunkkal törődve. Nekünk úgy kellene járnunk ebben a világban, mint Isten gyermekei, akiknek feladatuk, küldetésük van az emberek között. Hiszen mi vagyunk a föld sója szöntelenül kell imádkoznunk, azaz folytonosan javítanunk ezt a világot. Ebben az ügyben már zaklathatjuk az Úristen zörgető barát példára, példája szerint. Ha ilyen szándék vezérel minket, akkor érhet bennünket a világban ugyan megszólás, meg méltánytalanság, gondolhatnak rólunk rosszat, és kívánhatnak minket máshová, de éppen a jóért való buzgolkodásunk tesz kedvessé Isten előtt. Az ő, ő pedig igazságot fog szolgáltatni nekünk. A szüntelen imádság tehát a szüntelen szeretetben való ténykedést jelenti, hiszen az imádás nem csak szóval fejezhető ki, hanem engedelmességgel és áldozatos tettekkel is ami pedig Isten igazság szolgáltatását illeti. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy megértésre találunk az embereknél. De az igazság nem is az emberek vélekedésétől függ, hanem attól, hogy Isten miképpen tekinthet ránk. Az Úr Jézust, akiről megjegyzik, mindent jól tesz, mégis üldözés éri, sőt, ellenségként bánnak vele de a szenvedésben megerősíti őt egy angyal. Mi magunk is várhatunk hasonló megerősítést a jóra, mert aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, Amen.